Szokatlanul enyhe télnek köszönhetően így az évszak derekán is lehetőségem nyílt arra, hogy egyik kedvenc horgásztavamon horgásszak, ami nem más, mint a harcsa horgásztó. A mai horgászat tulajdonképpen egy könnyed metódos peca lesz, amelynek a fő célja az, hogy készítsünk néhány víz alatti felvételt a már meglévő és az új termékeinkről egyaránt. Itt a harcsa horgásztavon, ahogyan a későbbiekben önök is látni fogják, nagyon tiszta a víz. Ebben az időszakban ez ugye fokozottan igaz, hiszen nincsen egyáltalán alga, így nagyon jó lehetőség nyílik arra, hogy egy víz alatti kamerával megnézzük, hogy tényleg mi történik a mederfenéken, mit látnak esetleg a halak, és hogyan zajlanak a különböző folyamatok a fenéken. Vannak már ilyen felvételeink természetesen a korábbi időszakokból is, de nagyon kíváncsian várom én is, hogy a mai napon mire jutunk, és úgy gondolom, hogy sok tanulsággal szolgáló filmnek nézünk elébe. Itt az első hal. Az évszakhoz képest tök agresszív kapása volt. Két unciás karbonspiccet is nagyon szépen elhúzta. Remélem, hogy sikerül kifárasztani. Mivel viszonylag sokan horgásznak mellettem, illetve ahogy a háttérben is látszik, itt van egy félsziget, ezért megpróbálom így szépen laposan húzni oldalra döntött bottal, nem pedig függőlegesen felállított bottal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy itt sokkal könnyebben egyenesen ki lehet vezetni még a nagyobb testű halakat is. Úgyhogy törekszem én is most erre. Amikor a biztonságos zónába ér a hal, ami körülbelül egy ilyen 20-30 méteres távolságot jelent, ilyenkor ugye már egész kicsi az esély arra, hogy esetleg a szomszédoknak keresztbe úszik, vagy itt a mellettem található akadók egyikét célozza meg. Ilyenkor már akár fel is lehet emelni a botot, hiszen így jóval könnyebben lehet a halat irányítani. Mindjárt beér a dobó előke. Ilyenkor már érdemes egy picit lazítani a féken, hogyha esetleg megugrik a hal, akkor nehogy az halvesztést eredményezzen. Picike horog, nehogy kipattanjon a szájából. Annyira tiszta a víz, hogy itt az utolsó 2-3 percében a fárasztásnak gyakorlatilag folyamatosan látom a halat. Ez fantasztikus élmény. Ezért is szeretem ezt a tavat, illetve ez is az egyik különlegességei közé tartozik a hidegvízi téli horgászatoknak. Bár a csali már nem látszik, de a pici horog gyönyörűen akadt. Egyébként a hidegvízi kedvencemmel sikerült megfogni ezt a pontyot is. A tintahal fokhagymás bikolor metód pellettel. Gyönyörű, szép 3-4 kg körüli tőponty. Erre az egyszerű mozdulatra érdemes egy kicsi időt és energiát fordítani, hiszen sokkal jobb érzés ilyen egészséges pontyokat fogni, mint olyanokat, amelyeknek a szája tele van különböző sebekkel. Erre egyébként fokozottan érdemes figyelni, hogy ha letesszük a botot úgy, hogy a zsinór nem feszes, akkor dobás erőt mindenképpen bizonyosodjunk meg arról, hogy nem tekeredett rá spitzgyűrűre a dummy, hiszen hogyha mégis, akkor az könnyen a szerelékünkbe, rosszabb esetben akár a spitzbe is kerülhet. Szeretnék egy olyan praktikát megosztani önökkel, amit hosszú ideje alkalmazok, gyakorlatilag mindig, amikor nem hosszú előkével horgászom és pont egy célhal. Alapvetően ehhez a stílushoz, amit ma is gyakorlok, kettő különböző kosártípust szoktam használni. Az egyik az a távdobó bordás kosár, a másik pedig a klasszikus töltögetős metód kosár.
A jelen helyzetben is nagy távolságra kell horgásznom, hiszen a halak többségét ilyen 100 méteres távolságból lehet itt megfogni ezen a tavon. És ahhoz, hogy ezt a távolságot nagy biztonsággal elérjem, még akár erős feltámadó szélben is, némi átalakításra szorul a metódkosaram. Azonban ez egy olyan praktika lesz, amivel tulajdonképpen két legyet ütök egy csapásra, hiszen a távdobó bordáskosarat sem a gyári készformájában szoktam használni, hanem egy nagyon pici átalakítást eszközölve rajta. Ezt szeretném most bemutatni. Ennek a kis átalakításnak az első lépése az, hogy a metódkosárból eltávolítom a forgót, ami tulajdonképpen fixé teszi az egész szereléket. Ez igen szorosan beleül, úgyhogy én egy ilyen ollóval vagy valami pici fémdarabbal szoktam belőle kihúzni. Így. Ezt követően pedig tulajdonképpen szétszerelem a metódkosarat, lehúztam róla a kis kupakját és a belső zsinórvezetőt is eltávolítom. A zsinórvezetőnek az alsó részén egy megvastagított rész található, ezt egy kés segítségével fogom levágni, hiszen csak erre a vastagabb részre lesz szükségem. Eltávolítottam ezt a vastagabb részt, kizárólag erre lesz szükségem most, a belső gubancgátló, vagy hát a belső zsinórvezető műanyagra most nem. Jó, akkor ezeket itt félreteszem szépen a kis törölközőn, és akkor most következik a kosár, amit gyári formája helyett én ilyen formában szoktam használni. Ennek az az oka, hogy ebben az esetben a felcsalizott horog sokkal közelebb van az etetőanyaghoz, tehát tulajdonképpen hasonlóan viselkedik a víz alatt, mint egy metódkosár. Nekem ez sokkal jobban bevált, én dobni is pontosabban és nagyobbat tudok az ilyen típusú kosarakkal, így ezt a verziót preferálom. Ilyenre fogom alakítani a kész gyári kosarat is. Első lépésben magát a kosár részt kell lehúzni a gubancgátlócsövön, óvatosan, hogy ne szaladjon le róla véletlenül se. Egészen a legaljáig. Így, ilyen formában. Ezt követően pedig egy olló segítségével is el tudjuk vágni ezt a viszonylag vékony műanyagot. Egy körülbelül 10 centis részt levágok belőle. A távdobó kosárhoz nekem ez bőven elég, ez így teljesen tökéletes és jól működik. Annyit szoktam még egyébként elvégezni rajta, hogy alul is és felül is picit megnyomom az olmot egy fogóval, hogy véletlenül se tudjon az elmozdulni, akár fárasztás közben, akár dobás közben, és részemről tulajdonképpen ez ennyi, készen is van. Amit nagyon fontos még megtenni az ilyen vágott műanyagokkal az az, hogy egy picit meg kell őket sütni, hogy ne legyen sorjás, véletlenül se tegyen kárt a zsinórunkban. Ez a kosár készen van. És akkor nézzük a metódkosarat. Itt az első lépés az az, hogy a sorját eltávolítom a későbbi guvancgátlóról is. Egy öngyújtó segítségével ezt akár mindkét végén megtehetjük, de a gyári vége az alapvetően már sorjamentes. A kosár eredeti alkatrészei közül erre a megvastagított műanyag végre lesz szükségem, és ezt fogom rászorítani a másik kosáról levágott gubancgátló csőre. Ehhez megmelegítem. Hoppá, és az élet a legnagyobb rendező, itt a hal. Megvan. Ugyanazzal a csalival sikerült megfogni, mint az elsőt, vagy legalábbis megakasztani, megfogni ugye még nem. Viszont ez egy picit jobbnak tűnik így első blikre. Nem igazán tudtam még elmozdítani a megakasztás helyéről. Aztán lehet, hogy csak egy nagyon vehemens kisebb ponttyal van dolgom, de a lényeg, hogy ismét halam van. Remélem, hogy sikerül megfognom is majd. Picit olyan, mintha ellenne akadva, vagy pedig tényleg valami igen nagy testű hallal van dolgom. Aha, igen. Pattant egyet, lehet, hogy valami sóderpúpon, vagy bármi tereptárgyon megakadt a zsinórom. De most már jön felém szépen. Ezek a metódféderek ahhoz képest, hogy tényleg minden porcikájuk a távdobás szolgálja, nagyon rugalmasak. Így a 14-es horoggal sincs bennem semmi félsz, hogy kipattanna esetleg a hal szájából.
az előző halnál gyönyörűen akadt a horog, úgyhogy bízom benne, hogy most is hasonló a helyzet. Közben elindult a hal a félsziget felé, úgyhogy picit intenzívebben kell húznom. Mert itt igen komoly akadók vannak a part közvetlen közelében. Megemelem hát, hogyha így megfordul. Igen, sikerült megfordítani. Ez szokott segíteni egyébként máskor is, hogyha ebből a vízszintes helyzetből a botot megemeljük és egy picit határozottabban meghúzzuk. Persze nem hirtelen, de egy picit ráemelünk, akkor könnyen előfordulhat, hogy a halunk irányt vált. Most is ez történt szerencsére, így az akadóktól szerintem most már el tudom hozni. Ha jól látom, akkor a másik felszerelésen átment, úgyhogy át kell vándoroljak a bedobott bot másik oldalára. Itt még talán könnyebb dolgom is lesz a szákolással. Aha, ott van. Hú, ez nagyon durva tényleg, hogy még legalább 15-20 méter távolságra volt tőlem a hal, de megpillantottam az előbb. Annyira tiszta a víz, hogy igazi élmény itt halat fárasztani. Közben valószínűleg, amikor elakadtam ott bent a megakasztást követően, a gubancgátló is felcsúszott a kosárról. Rosszabb esetben akár el is tört. Remélem, hogy azért nem erről van szó. De ha reményeim szerint sikerül megszákolni a halat, akkor erre is fényderítünk. Úgy, de gyönyörű szép. Talán megvan, jaj, de jó. Huhú. Már ez ismét egy olyan hal, amiért. Huhú, de szép. Ezért ma is megérte korán kelni. Fantasztikus tükrös, azt a mindenségét. A tél közepén, gyönyörűséges hal. Hát legalább 8 kiló, szerintem. Legalább 8 kiló. Itt is van neki egy régebbi, már majdnem begyógyult seb. Arra is hújjak egy picit. Jól van. Bíztam benne azért, hogy sikerül ma néhány halat fognom, de azt, hogy egy ilyen szép nagy pontyot is, hát ez ajándék. Ebben az időben, ebben az évszakban pedig pláne. Megpróbálom így kíméletesen visszaengedni, ahol az előző halat is sikerült. Ez a tuskó, ez nagy segítségemre van. Mi tagadás? Ússzá, pontyocska. Hoho, ezt még megérdemeltem. Másik bot egyelőre hallgat, úgyhogy ezt újra dobom. Igazából ilyen durván 10 percenként egyelőre. Kapást nem sikerült még vele elérnem. Ezen egyébként egy másik típusú és picit nagyobb horog is van. Könnyen lehet, hogy ennyi a kulcsa a mai sikernek. Úgyhogy kicserélem ezen is a horgot a kisebb típusra, a 14-es méretűre. És bízom benne, hogy ezzel is sikerül halat fognom. Hát a halak egy picit átírták a forgatókönyvet, de egy horgászfilm forgatása közben ennél nagyobb baj soha ne legyen. Ott tartottunk akkor tehát, hogy a pici műanyag kosárból eltávolított részre fogom a másik kosár gubancgátló csövét rámelegíteni. Ehhez egy öngyújtóra lesz szükségem is, egy pici ügyességre és gyorsaságra. Teljesen megolvasztom a műanyagot. Így. És még égett is, és gyorsan
pátoljuk ezt a vastagabb műanyag részt. Ez pillanatok alatt meg fog kötni, utána már forgatni se lehet benne, ez így teljesen stabil és jól tart. Na akkor a gubancgátló része elkészült a kosárnak, és igazából innentől a gyerekjáték befejezni az egészet, hiszen szépen alulról fölfelé visszateszem a helyére a műanyagot. Itt még egy picit sorjás maradt az alja, de minél szorosabban pattam bele, annál stabilabb lesz. És ezt a picike gumikúpot visszahúzom a gubancgátlóra. Ehhez mondjuk le kell vágnom a végéből egy kicsit, hogy könnyebben rácsusszon, de ezt követően elkészül az átalakított metódkosár. Így készen is van. Ugye alulról fogja a megvastagított műanyag rész, felülről pedig a gumikúp. Ez a körülbelül 5 cm-es szár a kosár felett bőven elegendő ahhoz, hogy sokkal stabilabban repüljön, mint gyári állapotában. Úgyhogy ennyi is volt. Felszerelem így a másik botomat is, és remélem, hogy végre azzal is sikerül halat fognom. Ez megint megakadt, hál' Istennek. Éppen az egyik ismerősömet látogattam meg, aki itt ül fölöttünk hárommal. Ha majdnem pórul jártam. Még jó, hogy kiengedtem a féket egy picit, mert ez itt valószínűleg vitt volna mindent. Szerencsére jól reagáltak a halak az etetőanyagra, és a csalira is, és úgy tűnik, hogy jó helyen is kínálom fel nekik. Közben ez a hal ez erősen elindult jobbra, úgyhogy picit visszább kell, hogy fordítsam. Én legalábbis megpróbálom. Felelőtlenségem volt itt hagyni egy pillanatra a botot. Nem véletlenül tiltja ezt sok tó szabályzata. A szomszéd sportás felszereléséhez igencsak közelít a halam, de remélem, hogy sikerül még elhúzni időben. Lehet, hogy az enyém, mert egyenesen van a zsinórod? Akkor nem, akkor szerintem nem. Húzásából ítélve inkább olyan méretű lesz, mint az első megfogott ponty volt. De hát, ha kellemes meglepetésér. Persze, hogyha nem kapitális, akkor sincsen semmi, hiszen az élmény az megvan. És ez a legfontosabb szerintem. Reggel bekevert Ice Fader kajának a másik felét is bekeverem. Igaz, hogy ez ma már nem fog elfogyni, de megyek még horgászni a héten, úgyhogy akkor még jó lehet. Illetve ebbe is teszek majd nagy mennyiségben a grilles likvidből. Ezt kevertem mára. Igazából szerintem jól működött, hiszen sikerült fognom halat. Remélem, hogy még sikerül is majd. Ez egy 14-es méretű szakáll nélküli horog, ami maximálisan megfelel a tó helyi szabályainak, és erre fogok most feltenni egy squid fokhagyma ízesítésű bicolor metód pelletet. Azonban egy apróságra, ami szerintem nem is apróság, hanem az egyik legfontosabb eleme a mai pecámnak, szeretném felhívni a figyelmet. A bicolor metód pellet az elsősorban a
tízes méretű horgokhoz lett igazítva. A felhajtó ereje körülbelül olyan, hogy egy tízes méretű horgot egyensúlyoz ki tökéletesen, ami azt jelenti, hogy a horog hegye még karcolja a medelfeneket, viszont a csali és a tüske is szépen felbillen a fenékről, lebeg. Ezt a horgot, ezt a pici horgot azonban egy egész metód pellet felemelne. Én azonban ezt nem szeretném, úgyhogy egy fél szemet fogok csak feltűzni a tüskére. Ezt a puha csalit, ezt pofon egyszerű félbevágni, és az egyik felét tűzöm fel most, a másik felét pedig majd a következő dobásnál. A 7 mm-es normál vastagságú csali tüske, az tökéletes hozzá. Nagyon könnyen fel lehet tűzni puha a pellet, de nagyon jól tart a tüskén így. Szabálytalan alakja egyébként egy újabb előny, és szintén amellett szól, hogy érdemes ezeket a pelleteket farigcsálni, hiszen biztosan ismeretlen lesz a halak számára. És akkor tulajdonképpen a képen látható csali kombináció a kívánt állapot, amikor kritikusan ki van egyensúlyozva a felcsalizott horgunk, már-már felbillen a hajszál előke és rajta dolgó csali tüske a fenékről, de mégsem. Ebben az időszakban én úgy tapasztaltam, hogy ez a fajta csali felkínálás az, ami a legjobban működik, de a legfontosabb az, hogy a horog semmiképpen se lebegjen. Az a nyári időszakban szokott igazán jól működni. Úgyhogy ezzel fogom most bevetni a készségemet, megtöltöm a kosarat kajával, és repülhet is a másik mellé. Itt a vége mára. Fél öt van, de már gyakorlatilag korom sötét van, úgyhogy kénytelen vagyok összepakolni és hazamenni. Jót pecáztam. Igazából három pontot sikerült fogni, ezek mindegyikét a délelőtti órákban. Valami miatt a délután az nem volt túl eseménydús, de ebben az évszakban ez azért nem csodaszámba menő tény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kaja jól működött, amit mára kevertem. A csalik is ismét bizonyítottak. Emellett horgáztam még egy tesztelési fázisban lévő etetőanyaggal is, amivel szintén sikerült halat fognom, úgyhogy szerintem csak elégedett lehetek. Remélem, hogy a víz alatti felvételek, illetve az a néhány apróság, amit bemutattam a filmben, sokaknak tetszett, és sokan tudják majd esetleg ezeket a tapasztalatokat és ismereteket kamatoztatni horgászataik során. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!